Liszttel megpakolva érkezett meg ez a kamion a Beregsuránytól néhány kilométerre lévő Márok papi egyik mezőgazdasági telephelyére. 50 tonna kenyérre valót szállítanak át Ukrajna területére, amivel a magyar gazdák és malmok azokat támogatják, akik élethelyzetük miatt nem a menekülést választották a háború átvészelésére. Az első megszólítása a malmok azonnal beálltak a sorba, és 15 malom összetudott adni 50 ezer kilónyi lisztet, ami a mai nap tud ide leszállításra kerülni. Két kamion hozza, és ebből olyan 70 ezer kenyér, egy kilós kenyér tud megsülni. Fantasztikus dolog, úgy gondolom, hogy első szóra mindenki adat vette magát, és megpróbálom segíteni az embertársainknak. Jakab István, a MAGOSZ elnöke úgy látja, folyamatos a menekült mozgás Kárpátalján, az ellátási rendszer pedig kezd ellehetetlenülni a kialakult helyzet miatt. Éppen ezért nem csak lisztet biztosít a Gazdakörök Szövetsége. Lassan úgy néz ki, hogy ezeket a tömegeket csak szervezetten tudjuk ellátni. Ezért én korábban tett látogatásom során egyeztettem a kollégáimmal, hogy hogyan tudjuk szervezetten segíteni a rászorulókat, és ma két kamion, 50 tonna liszt érkezett, de 50 tonna burgonyát ajánlottunk fel, ahhoz szükséges egyéb zöldségeket, hogy főzni is lehessen, de 10 tonna hús készítmény, illetve szárazárú tartósított élelmiszer is érkezik még a következő napokban. Munkában ez a gurulós emelő szerkezet, amiből kettőt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete vásárolt a pakolás és a szállítmányozás megkönnyítésére. Szintén a kamara gyűjtött össze almából és különböző főzéshez szükséges zöldségekből és alapanyagokból, ezeket is Kárpátalján maradt emberek kapják meg. Arra gondoltunk, hogy a későbbiek folyamán, vagy mikor a családok összejönnek otthon le és egy vacsorát akarnak megfőzni, ahhoz alapanyagokat gyűjtsünk, és így jött az ötlet, hogy 400 mázsa burgonyát vásároltunk ezekből az adományokból, illetve vásároltunk 100 mázsa hagymát, illetve 100 mázsa káposztát, és a későbbiekben még ilyen zöldségfélét akarunk, hogy az Ukrajnában élők, a Kárpátalján élők, otthon a családjuknak is egy vacsorát, ha meg akarnak főzni, ahhoz minden alapanyag rendelkezésre álljon. Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke kifejtette, példaértékű az a humanitárius összefogás, ami az elmúlt 2-3 hétben Magyarországot és különösen a határhoz közeleső területeket jellemezte. Eddig is tudtuk, hogy a magyarok adakozók készek, de ennek bizonyságát látni újra és újra, ez nagyon felemelő és megerősítő érzés, azt gondolom mindannyiunk számára. Amikor a balkáni háború egy kicsit messzebb volt tőlünk, nem tapasztaltuk ezt a háborús helyzetét ilyen közvetlen közelről. Akkor is természetesen segítettek a megyeiek is, de most itt a szomszédságban 200-300 kilométerre már háborús cselekmények vannak. Azt gondolom, hogy ez további olyan ösztönzést ad az adakozóknak és az önkénteseknek. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy amennyiben a háború elhúzódik, a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a jövőben is szervez hasonló szállítmányozást, a kezdeményezéshez pedig akár természetbeni, akár pénzadománnyal bárki csatlakozhat.